Ferenc néphátra. Ő engedi elé! Vége a találkozónak! Bajnok a törment, kedves nézőink! Ezek után, hogy 9-1 a playoffban, azt hiszem, nincs miről beszélni. Szervusztok, szervusztok, ez itt a Rábaszket Podcast 16. adása. Itt vagyunk újra Tomival. Szia, Tomi! Szia, Gyuri, sziasztok! És hála Istennek újra a körünkben üdvözölhetjük Ádámot. Szia, szia! Sziasztok! Hatalmas örömömre szolgál, hogy újra itt lehetek. Hogy vagytok? Meg vagyunk, köszönjük, mi örülünk, hogy itt vagy, és hogy mondjam, az első szereplésed után nem gondoltad úgy, hogy én ide soha többet nem jövök, úgyhogy... Nem, szerintem ezt nektek kellett volna így gondolni, de ha már az majd a végére rendben. Kiderül, az majd a végére kiderül, de mindesetre köszönjük, hogy újra itt vagy. A mai feladatunk az lesz, hogy megbeszéljük a utóbbi, hát kb. Egy hónap történéseit. Én ugye múltkor úgy köszöntem el, hogy 3-0-át várok, csak azzal nem számoltam, hogy 4 meccs fog eltelni a két felvételünk között. De végül is a 3 győzelem ugye be is jött, de erről ennyire nem menjünk a dolgok elébe. Mielőtt elkezdenénk boncolgatni a dolgokat, ismételten felhívom mindannyiótok figyelmét a Facebook oldalunkra, kövessétek be, és akkor ott olvashattok nagyon érdekes dolgokat, illetve megláthatjátok, hogy mikor kerülnek ki friss adások. A YouTube-ra és a podcast felületekre, Spotify, Google, Apple Podcast, mindenhol ott vagyunk. Nos, ezek után ugye kezdjük talán azzal, hogy ugye amikor az előző adás kikerült az internet bugyraiba, már pedzegettünk egy olyan témát, hogy mondjuk ki lehetne az a játékos, akit esetleg cserélnénk, vagy úgy érezzük, hogy nem az igazi a csapat szövetében. És ugye, ha jól emlékszem, a kikerülés utáni egy nappal a klub cserét is hajtott végre. Ugye Carter centerünk pályafutása befejeződött körben, de úgy tűnik, legalábbis egyelőre biztosan, és érkezett egy Szilla nevű fiú, akinek az előtörténetéről a Tomi írt is egy remek összefoglalót a Facebook oldalunkra. Én is nagy érdeklődéssel olvastam, és hát eléggé megdöbbentő volt ez az előtörténet az embernek, főleg a gyerekkora, meg ezek a komoly dolgok, amiket összeszedtél. Mit gondoltok így az első benyomások alapján? Ugye nem sokat láttuk még azért a fiút, de mit gondoltok, hogy körülbelül hova futhat ki ez a csere? Ádámnak átadom már rögtön a szót, jó? Így erre a nehéz kérdésre. Valóban nehéz kérdés, mert hát egyrészt ugye nem sok időt telt el a csere óta, tehát 3 meccsen játszott az új szerzeményünk, de hát mindenképpen ugye a magának a cserének a kérdését vagy a körülményeit is érdemes hozzávenni. Ugye azért láthattuk, hogy Carter hát nem biztos, hogy felgyújtotta a pályát és a lelátót a játékával itt a néhány meccsén, mellette meg hát ugye mi inkább csak kívülről látjuk, azt nem tudjuk, hogy mondjuk milyen csapatember volt, vagy a pályán kívül milyen volt, de hát a maga a csere az teljesen indokoltnak tűnt. Az, hogy milyenek a lehetőségeink,
helyettesíteni, vagy hozni valakit helyette, az ugye megint egy másik kérdés, és láttuk azt, hogy a Szilla korábbi csapatait, vagy hogy milyen szerepet kapott ezekben a csapatokban, valószínű, hogy azért nem számítottunk különösen arra, hogy akkor megérkezett a dupla-duplás center pótlásunk. Nem tudom, hogy ezután a három meccs után még mennyi meccsben gondolkodjak én, hogy akkor jön el az a pont, amikor pontosan fogjuk látni azt, hogy mire lesz képes, vagy hogyan illik a csapatban. Én hát nem biztos, hogy olyan elvárásokkal leszek azért itt az első három meccs után felé, hogy akkor tényleg ő lesz az a húzó ember, ami és aki hiányzott ebből a keretből, vagy rotációból, de lehet, hogy Tomi máshogy gondolja. Nem is az, hogy máshogy gondolom, hogy én annyit tennék hozzá, hogy én abban sem vagyok biztos, hogy akár a leigazolásakor, akár most a klub egyértelműen abban gondolkozik, hogy ő vele fejezi be a szezont. Hanem lehet, hogy ez egy... Tehát az, hogy itt ebben a cserében szerintem fontosabb volt az, hogy Carter menjen el, mint az, hogy ki jön helyette. A piac az meg biztosan egészen szűk volt, abban meg a lehetőségeinket is hozzávéve, de hozzáteszem, hogyha valamivel több pénzünk van, akkor is center találni a legnehezebb, főleg ilyenkor. De én el tudom képzelni, hogy úgy gondolkodtunk, hogy akár átmeneti megoldásnak is jó lehet, hogy azért meglegyünk centire, kilóra, darabra, és február végéig még azért még van idő, tehát abban sem vagyok biztos egyébként, hogy ő ki fogja tölteni a szezon végéig szóló szerződését, ha egyáltalán addig szól a szerződése, mert nem tudom, ezek ugye bizonytalan dolgok általában körmenne, de én azt is tudom képzelni, hogy tényleg egy szükségmegoldás volt most, hogy azért minél hamarabb hozzunk valakit, és sok választási lehetőség feltételezem, az nem nagyon volt. Hát nyilván azért szurkolóként egy kicsit azért nem az, hogy rémisztő volt látni, de azért azt, amikor egy litván másosztályból, vagy egy török másosztály alján valaki amerikai centerként nem éri el a 20 perces átlagot, akkor azért onnan már eléggé lehetett sejteni, hogy kb. Milyen minőségre számítsunk. Nagyjából szerintem azt is kaptuk. Én azt azért túlzásnak tartanám, ha azt mondanánk, hogy annál jóval rosszabbat kaptunk. Szerintem nagyjából valami hasonlóra lehetett számítani. Nyilván ezt én sem gondolom, hogy rosszabbat kaptunk, hanem hát igen, ez a reális. Az a két faktor rendben van, hogy akkor szűk a piac, illetve a lehetőségeink, talán anyagilag nem olyanok, de hát akkor meg itt van a másik probléma, hogy oké, ha most nem olyanok, akkor mitől lesznek mások mondjuk tavasszal, de lehet, hogy ez tényleg egy előre gondolt stratégia, ezt nem tudhatjuk. Az mekkora lenne, hogyha december 31-ig lenne szerződés, jó szokás szerint az óriási lenne, na most a viccet félretéve. Ja, és el se jönnek Csakarunt. Igen, és igen. Visszavásároljuk Csakarunt, az igen komoly forgatókönyvi fordulat lenne. Lehet, hogy benne van szerintem is, hogy kivárunk igazából. Ez nem az a szakasz, amikor amúgy is könnyű. Szerintem sose könnyű épp kézláb magasat szerezni, de ilyenkor meg pláne nem. Nem láttok benne semmi olyat, ami azt mutatná, hogy legalább egy bizonyos játékrendszerben, mármint abban a pár kevés percben, amit láttunk tőle, hogy legalább van egy bizonyos fajta játékrendszerben hasznunkra lehet? Az eddigi három meccs alapján, hogyha nagyon őszintének kell lennem, akkor én nem igazán láttam, de lehet, hogy csak az a probléma, hogy én most egytől négyig figyeltem csak az elmúlt három meccsen a posztokat, úgyhogy biztos elsiklottam valami felett. Nem, hát itt én azt gondolom, hogy tényleg ezt a cserét ezt onnan kell nézni, hogy kiment el, helyette meg kellett valaki, aki kevesebbet árt.
azért egy dolgot mit tegyünk hozzá, hogy van az a sokszor általunk megénekelt weboldal, ez a kosárstart.hu, és a csapatban kiemelkedően Carternek volt legrosszabb az ilyen 40 percre vetített olyan mutatója, hogy hogyan alakult a meccs, amikor ő pályán volt, meg amikor nem volt a pályán is. Tehát őnek volt a legrosszabb hatása az eredmények alakulására. Hát ezt mondjuk valószínűleg nem túl meglepő statisztika azoknak, akik nézték a meccseinket. Tehát, hogy tényleg az, hogy ilyen mentalitással, meg ilyen magáról alkotott éppel, hogy így fogalmazzak, hogy milyen csapathoz fog kerülni, azt nem tudom, arra nagyon, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ő megtalálja valahol a számításait a közeljövőben. Ezt már múltkor is mondtad. Igen, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog kikötni. Szilánál még nem tudom, hogy nyilván szurkoló úgy van vele, hogy még be kell építeni, meg még majd meglátjuk. Hát azért, tehát azt, hogy a képességei milyen korlátokkal jött, azon azért nagy változás szerintem már senki se várjon. Tehát itt azért olyan dolgok vannak, amiket nem lehet már talán sosem bepótolni, nem ám egy fél szezon alatt. Hát igen, körülbelül ennyit láthatunk. Én úgy gondolom, hogy most várni kell, tényleg, hogy mi a cél vele, hogy az a cél vele, hogy tényleg akkor szezon végéig, vagy átmeneti megoldás, ezt a jó ég tudja egyelőre, legalábbis mi szerintem nem tudunk erről semmi biztosat. Hát annyi még esetleg egy megjegyzést meg ide, hogy ugye 4 meccs ment el ebbe az etapba, amire most beszélgetni fogunk, és ami előtt az ő igazolásának jött, leigazolásának a híre, ugye Pesten még nem játszhatott, de a másik 3 mérkőzésen igen. Nem gondolnám, hogy ebből a 3 mérkőzésből bármelyik eredményt az ő jelenléte vagy hiánya nagyon befolyásolta volna. Ezt azért még hozzá lehet tenni. Tehát, de ettől függetlenül, ugye, amit szoktak mondani az edzők, amire mi abszolút nem látunk rá, attól még azért elképzelhető, hy nagyon is jó, hogy az edzéseken ott van, meg azért 5-8 percre le lehet ültetni a liga legjobb újoncát. Ettől meg ugye a hiánya az első meccsen, legalábbis az ellenfél edzője szerint az okozott gondot. Ugye szerintem áttérhettünk a meccsekre, ugye ebben a 4-es szakaszban a Honvédhoz kellett menni először. Magáról a meccsről ugye annyit, hogy hát ugye a másik nettől egy ilyen szinte állandó, stabil különbségünk volt, ilyen 10 alatt, vagy 10 körül, de gyakorlatilag szinte végig volt, és ugye 96-87 lett a meccs vége, és Alex is ugye azt nyilatkozta, hogy a Körmen igazi center nélkül érkezett, de ez náluk okozott gondot. Nem úgy szólt a nyilatkozat, hogy csak 2 nappal a meccs előtt tudták meg, hogy center nélkül érkezünk, mint valami ilyesmi. Igen, és tehát, hogy és én bele is gondoltam egyébként. Ez okozta hogy, a felfordulást. Hogy így mi történik, tehát egész héten edzettek, konkrétan a centereket csibészelte a csapatot, tehát úgy edzettek, hogy ilyen 220-as kartonfigurák voltak, kitéve a pályára, mint a Pulsanyi annak idején a lottozó elé, és akkor csütörtök, délután edzés előtt lehajtott fejjel bemegy az öltözőbe. Nem biztos, hogy innentől meg tudjuk csinálni, de nem menjünk neki. Tehát nem tudom, hogy... Hát igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy ez milyen szempontból okozott. De nyilván nem értek hozzá, de hogy az ő rendszerükben okozott ez felfordulást, és hát... Nem beszélve arról, hogy nyilvánvalóan nagyon kellett abból készülni, hogy Cartert hogyan kell megfogni egy-egybe, kettő-kettőre, mindenhogyan, és hogy hogyan kell a Cartert kizárni a gyűrű alól, mert folyamatosan megy a lepattanókért, és akkorákat ugrik, és 35 pont és 20 lepattanó az átlaga, és hogy teljesen más játékot játszottunk így nélküle, mint vele. Tehát igen. Igen, úgyhogy
ez a center hiány, ez, ha sarkítani akarok, akkor győzelemhez segített bennünket. Ugye a meccsről szerintem egyrészt ugye alapvetően statisztikailag érdekes, hogy ennek ellenére ugye, hogy center nélkül érkeztünk, a lepattanó csatát, azt sikerült megnyerni. Szerintem ez is mutatta, hogy sikerült megzavarni őket. Igen, tehát teljesen összeestek a drága szegény honvédek. A másik pedig az, hogy Kukaz ezen a meccsen magára vállalta a vezérkedést. Legalábbis az elején. Tehát ott meg volt őrülve, hogy a 12 pontot pakolt be az első negyedbe, hogyha jól számolom most hirtelen. Igen, és jól állt neki az első fél idő, legalábbis ezen a meccsen. Igen, hát itt még annyi, hogy a Morgan a kispadon kezdett, úgyhogy volt tulajdonképpen, meg Jogo is, ugye, ha minden igaz, akkor egy Dr. Cook, Takács, Durázi, Tolbert ötössel kezdtünk, és akkor itt ugye ezzel már el is kezdődött az, hogy akkor Tolbert a kezdőcenterünk, ami azóta nem nagyon változott, hát Durázi abszolút visszanyerte a formáját a triple dobáson kívül, majd erre biztos visszatérünk. De hogy akkor ők itt ezen 4-5-ben, nekem azért eszem jutott az, amikor a tavalyi szezonban a Durázi Omanek a páros milyen jól tudott működni, és most valami hasonlót látok az ő esetükben, de valóban jött itt a mérkőzés elején egyértelműen Kuk volt az, aki vitte a csapatot, és elég hamar megadta a meccsnek a dinamikáját is, mind szó szerint a meccs ritmusát tekintve, mind a ponttermést tekintve. Aztán nagyon nem lassítottunk, mert ha a Kuk lassított is a negyedenkénti 12 ponthoz képest, azért idegenben dobtunk 96-ot, azt azért húzzuk alá. Igen, és ott pont az első negyedben azért látszott, hogy az is jót tesz neki, hogyha nem a kezében van a, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, a karmesteri pálca. Karmesteri pálca, igen. Folyamatosan. És a csapatnak is lehet, hogy néha jót tesz. Igen, és nekem még egyébként azt tűnt föl, hogy ugye itt ezen a meccsen ahogy haladt előre a mérkőzés, nekem az volt a benyomásom, hogy ugye itt azt hiszem nem nagyon volt sérültünk. Itt talán még mindenki... Ez teljes keret volt szerintem. Mindenki, nyilván a center hiány mellett ugye mindenki rendelkezésre állt, és én úgy láttam, hogy a Tatóhoz nagyon jól tudta kevergetni a rotációt. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy nyilván posz, tehát hogy posztcseréket is tudott kvázi végrehajtani, vagy ugyanaz az ember több poszton is tudott játszani, és elég jól, tehát hogy azt láttam, hogy ez a keret alkalmas arra, hogy kicsit a, hogy mondjam, a irányító helyett irányító csere, hátvéd helyett hátvéd csere, klasszikus helyett, egy kicsit jobban lehet keverni a kártyákat. Igen, és hát látszott az is, hogy ugye az első és a második fél idő között megvolt abban a különbség, hogy éppen kiviszi a hátán a csapatot, mert ugye támadásban aztán a második fél időre azért Kuktól ezt a Jogo és Durázi Christopher átvette. Igen, hát egyébként ez az előnye egy kicsit annak, amikor nincs meg egy ilyen kőbevésett szerkezeted. Tehát az, tehát azért lehet itt variálgatni, most több olyan játékosunk van, ezt talán a szezonbearangozóban beszéltük, hogy itt több posztú játékos van, ami egy alapvetően szűk keretnél az nagyon jól jön, és akkor itt lehet hát egy edzőnek ez egy plusz kihívás természetesen, egy plusz feladat, de egyben nagy lehetőség, hogy itt azért lehet
lehet variálgatni. Ez valóban jó működött, nem nagyon akadtunk meg egyébként a meccs folyamán, tehát az, hogy a Honvéd úgy fölzárkózzon, hogy kicsit is veszélyben érezzük a győzelmünket, az szerintem nem is nagyon volt olyan pillanat ezen a mérkőzésen. Teljesen stabil volt a különbség, vagy egy kicsit inkább tudtuk növelni, hogyha úgy volt, nem nagyon volt, igen, ilyen talán a második negyed egy pár percét kivéve ilyen megállásunk, úgyhogy ez szerintem elég hatékony mérkőzés volt, ugye feldobódott a most csak, hogyha egy kicsit rossz indulata akarok lenni, feldobódott volt a Facebook oldal is, és ugye, hogy válasszák ki az olvasók a mérkőzés játékosát, mert hogy annyi jó teljesítmény volt. Bennem a kis ördög csak azért volt, mert ugye az a játékos nyerte meg a Man of the Match-et, aki a like jel alatt volt, és ugye azt ugye a legkönnyebben nyomni. Remélem tudatos döntés volt ez, és csak bennem ugrál a kis ördög, hogy azért nyerte meg a Dúró az MVP-t, de... Hát ez mindig ilyen, ez a választ. Én nem is tudom, hogy ezt a Facebookon egyébként annyi helyen... Hát nem az a jó szó, hogy erőlteti, de mindig, szóval az egy illúzió, hogy ez itt reális eredmény születik, tehát itt akinél ez a like jel van, úgymond, az háromszoros annyiból indul. Tehát persze, mert az csak a rányomás, de hogyha szívecskét akarsz, ugye akkor már... Meg nem az, megérted, most én vannak olyanok, mint én is, de meglátom, hogy a körmendi csapat valamit föltesz, már nyomok is rá, egy klikk, aztán nem is biztos, hogy elolvasom így elsőre legalábbis, de azért rányomok, hogy mit tudom én, mert rendes gyerek vagyok, érted, és akkor lehet, hogy erre is rányomtam, úgyhogy el sem olvastam, tehát hogy nyilvánvalóan torzik. Nem baj. Lényegtelen. Ez egy fontos dolog, mert ebből azért egy nagyon fontos információt megtudhatunk, azt, hogy ki kezeli a Facebook oldalt. Na. Hát valószínűleg ezt a Dúró csinálja mellékállásban. Igen. Saját magát oda alá. De egyébként itt tényleg nehéz lehetett a döntés. Négyen lehettek volna, akik ezt ugyanúgy megérdemelték volna körülbelül azon a meccsen, és nekem alapvetően semmi probléma nincs azzal, hogy... Ja, nem. Fehérváron ő volt talán az egyetlen, előtte értékelhető teljesítményt nyújtott. Igen. Aztán Pesten is rendben, úgyhogy nincs ezzel. Igen, elképesztően jó kezdet. Tehát ezen a poszton, tehát így, hogy kvázi magas, de négyes poszton ilyen betörések, ilyen hatékonysággal ez egészen elképesztő. Tehát, hogy az, hogy van egy jó sebessége, de ahhoz párosul egy jó befejezés is. Tehát nem adom azt, hogy amikor az első lépése jó, és akkor utána, ha tiszta a terep, akkor végig tudja vinni. Nem. Hogyha ugranak fel a védők, a gyűrűk alatt, ahogy vissza tudja húzni a labdát, vagy átvinni a gyűrű alatt, vagy oldalról kikerülve a védő karjait, tehát egész egyszerűen olyan stabil a befejezése, hogy az tényleg liga szinten extra. Igen, úgyhogy valami még ehhez a mérkőzéshez, vagy léphetünk tovább. Jó a büfé, ez a lényeg. Ez nagyon igen, fontos. Már nyitottam hát, Ludovikában. Na de ha már szurkolói részt, akkor igen, azt, hogy ez egy 200 darab vendég egy lefogyott egy ilyen Honvéd körmendetre, azért az, és azért, ahogy azért a hazai szektorokban is volt egy-két körmendi, még ezen felül, azért az egy alapszakasz meccsen szerintem az egy szép ez dolog. Szép teljesítmény, így van. Aztán ugye érkezett a Szeged, ami ugye papíron egy jóval fázosabb meccsnek tűnt, mert a Szeged ugye sok helyen beharangozott a bajnokság egyik legjobb légiósa, a Vúrics, akivel érkeztek. Hát maga a mérkőzés szerintem meglepően sima lett, ugye a második félidőben nyílt igazából az olló, és akkor nő stabilan a különbség.
Megmondom őszintén viszont, hogy itt muszáj megemlítenem, hogy a korábbi volt válogatott kosárlabdázó kommentátor, játékos, a játék minden tudója, 2 perccel a mérkőzés vége előtt mondta azt, hogy most már, tehát nem tudom, 11-12 pont volt a különbség talán, hogy most már tuti száz, hogy a Körmend megnyerte a mérkőzést. Én ilyenkor ugye... Úgy, hogy ez egyáltalán nem jellemző rá, tehát ilyet soha nem szokott csinálni. Ilyet amúgy ilyen Nostradamuszi jóslatokba sosem szokott belevágni. Most is a fejemet vertem a falba, hogy mondom, úristen, már megint miről beszélünk egy kosárlabda mérkőzésen 11 pontnál. 2 perccel a vége előtt, hogy már nem történt igazából semmi, de aztán hála Isten tényleg nem is történt semmi, úgyhogy 90-73 lett a vége. Mit gondoltok, mi volt a kulcs annak, hogy ezt a Vúrics fiút, aki végigjátszotta a mérkőzést, 15 ponton tudtuk tartani? Nem tudom, lehet, hogy az, hogy védekeztünk. Nem tudom, érdekes ugye ez a Vúrics kérdés, mert nem is, hogy azt, hogy a jelenlegi magyar bajnokság egyik legjobb légiós, hanem egyenesen ugye azért sok helyen pedzegetik azt, hogy hát a valaha Magyarországon megfordult X legjobb játékos között ott van. Na most erről különösebb nem tudnék nyilatkozni, csak ezeket a szép számait láttam, mert bevallom őszintén sajátunkon kívül nem láttam Szeged meccset, úgyhogy Vúrics nekem, nem tudom, ez az egyetlen élményem volt, ez az ellenünk játszott meccse, amin nem volt különösebben kiemelkedő, tehát én inkább azt kérdezni, hogy mit nem tudnak csinálni mások. Tehát mi tudjuk a titkot, de nem áruljuk el, az a lényeg. Így van, én tudom, de én nem vagyok hajlandó vele. Én ezt annyit tennék ehhez, hogy szerintem a másik kisemberüknek a kikapcsolása, relatív kikapcsolása, az szerintem talán fontosabb is volt. Ez ennyit tennék hozzá. Tehát... azért itt egy, de nem, tehát itt ketten vannak igazán, akik úgymond csinálják ilyen hülye szóval a Szeged játékát, és azért ahhoz, hogy Vúrics itt Körmenden nem villogott, azért tegyük hozzá, hogy megtettük a magunkét, tehát volt azért egy laza 9 kiharcolt faltja, aztán a büntetőket katasztrofálisan dobta szerencsére, de azért őt, tehát minden eszközzel, hogy próbáltuk megállítani, de azt gondolom, hogy a társát azt legalább ennyire tudtuk hibára kényszeríteni, és Lok talán így kell ejteni. Igen. Ödök is volt 5 eladott labdája, mellette csak 3 gólpassza, és ugye Vúricshoz képest azért ő konkrétan 7 vallal fejezte be ezt a meccset, hogyha ránéztek a statisztikai lapjára. Igen. Tehát hogy őnála, oké, persze volt egy-két olyan triplája, amit úgy hagyott ki, hogy nem voltunk rajta, én azt aláírom, de összességében azt gondolom, hogy itt két emberről van szó, nem csak Vúricsról, hanem két emberről van szó, akikből szerintem egészen rendben valóan felkészültünk, és az, hogy ilyen besegítésekből Bognár úgy, ahogy megérdegélt és dobott pár pontot, hát több is veszett Mohácsnál, tehát ez bőven az a fajta kockázat, vagy nem tudom, amit vállalni kellett, és hát maximálisan megtérült ez az elképzelés. És ugye... Igen, tényleg ketten vannak, mert ugye hát Loknak még a pontátlaga talán jobb is lesz azonban, mint Vúricsé, és kicsit kiegészítik egymást, mert Vúricsnak nincs külső dobása, viszont ott terem a palánk alatt viszonylag gyorsan, Lok meg hányakintről, ha kell, ha nem, és nálunk ugye eléggé vakon volt triplából heti 2/15. Igen, 10/2 az azért kemény, igen, az azért kemény.
De akkor beszéljünk a mieinkről is egy kicsit. Én ezen a meccsen láttam azt, hogy Durázi úgy igazából kicsit visszanyerte a magabiztos, nem is kicsit, hanem megfelelő szinten visszanyerte a magabiztosságát. Ugye 13/10 közelről, meg 8 lepattanó, 3 gólpassz, 21 pont ugye Morgan 21/15-je mellett maximálisan ismét úgy gondolom, hogy akár ő is lehetett volna a meccsembere, és ez jó volt látni, hogy visszatértek az izom memóriái. Én úgy láttam. Nem tudom, nekem már megelőző két meccsen is teljesen pozitív volt, de tény, hogy ez egy kérdő meccs volt tőle. Még egy dolog térhetne vissza, de lehet, hogy arról, már az ő esetében lehet, hogy arról még beszélünk majd később. Mert lehet, hogy valamilyen iszonyom olyan majd a külső dobásokhoz is szükségeltetni fog. Igen, itt nem is egyet vállal talán, tehát egyébként jó dolog ez a tripla tőle, meg tényleg ugye egész meglepő ugye fejlődésen ment ezen keresztül, tehát tök jó dolog ez. De azért, amit a Tomi mondott ezekkel a magas emberhez képest megfelelően gyors dinamikájú betöréseivel, meg ugye palánk alatt járt, ha már hasznossági sorrendet kell fölállítani, akkor az idei csapatot tekintve lehet, hogy ezzel jobban járunk, nem? Jobban járunk, csak hogyha megvan mellette a távoli, akkor nyilvánvalóan máshogy kell figyelni rá, és az ugye belül is hasznos lehet. Persze, ez így van, csak azért most megint vannak, megint vannak hajítógépeink azért szerintem kívülről, szóval persze, nyilván máshogy lépnek ki rá, de egy magabiztos palánk alatti mozgás az szerintem a top prioritás. Így van, és hát mondjuk pláne ebben a helyzetben, amikor a szerkezetünk is olyan, hogy kell minden centi támadásba is, és az, ami jön bele. Itt a Jogo nem játszott, ugye ő volt a... Jogo nem játszott, igen. Tehát, így van. Ugye nem, itt se sikerült azért teljes kerettel kiállni, de hát ez is sima meccs volt, mint az egy héttel korábbi. Azért annyi még ugye Morgannél, hogy két sportszerűtlennel kiállt a negyedik negyed elején, miközben azért 21 pontig eljutott mindössze 28 perc alatt, úgyhogy, de nem, ez se törte meg nagyon a csapatot. Nem, kicsit igen volt egy pár perc, ugye, amikor megint a játékvezetők izgalmakat okoztak. És tesóm is ugye ilyenkor úgy tér vissza a mérkőzésről, hogy de ezt így utólag már nem is nagyon tudom felidézni. Ezek nyilván a technikaikon kívül, hogy mi volt, úgyhogy igen. Bármi más egyéb, ami esetleg itt... Csak annyi, amivel kezdtünk. Tehát én igazat adok, én sem féltem az utolsó két percben már, hogyha a szegedieknél nem tudom, hogy magas Józsú is játszott volna, még akkor se fordítják meg. Hát akkor egy csapatban vagy vele, akkor meg is köszönjük már a részvételt. Nem, viccelek. Igen, hála Istenem volt benne tényleg a mérkőzésben, de szerintem, hogy mondjam, ez kevésbé volt tudatos a megszólalás mögött. Ugye tehát 3-0, 3-3, 5-3, itt álltunk 5-3-mal, ugye, ha jól emlékszem, és akkor jött az oroszlányi mérkőzés, ami most már, ugye, mindig egy ilyen izgalmas dolog, nem csak azért, mert hát ha jól gondolom, ugye ez a nagy piros-fekete barátság az már nincsen, ugye? Nem, de én erről nem is szeretnék beszélni. Nekem meg nagyon sok barátom van körmenden, úgyhogy... Na, piros, fekete. Úgyhogy ennyi.
A meccs lényegét tekintve, ugye nagyon jó kezdtünk itt is, legalábbis az első negyed azt szerintem egészen parádés volt, de aztán a vezetés a harmadik negyede körülbelül elfogyott, és a, hát ez egy olyan meccs volt, amit az utolsó pár percben sikerült elbukni, 87-76-ra, viszont elég foghíjasak voltunk, ugye, mert nem játszott sem Cook, se Jogo, a Jogo, ugye? Jogo, meg ki volt a harmadik hiányzónk? Valaki még hiányzott. Dr. Peti. Tehát, hogy természetesen ez mit jelentett, hogy Szécs barátunk újra 40 percet nyomhatott, mint a szezon elején, mint a Motolla, ugye már a Szeged ellen is 36, itt megint 40 perc. Kázi, mint fő centerünk, ami egészen elképesztő, és nagyon remélem, hogy nem fog belesérülni. Nyilván itt is dupla-duplát tett be a közösbe, mint, hát mondhatjuk, hogy nyilván, mert mondjuk az előző meccsen is dupla-duplája volt. Itt a meccs nézése közben én azért egy kicsit ezen el is gondolkoztam, hogy ez azért micsoda találat ez az ember, nem? Ezen én is. És hát már tulajdonképpen a szezon eleje óta, ugye, ha csak a számait nézzük, mind a 10 bajnok ilyen 2 szemjegyű, 10-ből 5 dupla-dupla, és egy kicsit hasonlítgattam is egyébként, mind 4-es, mind 5-ös poszton, azokkal a játékosokkal, akik így az elmúlt 10 évben itt voltak, és hát vitték a szerepet, hogy a buta statisztikák az ilyen tömegszámok alapján, hogyha 4-esnek tekintjük, akkor az elmúlt 10 év 4-esei közül a legjobb számokat hozza, hogyha 5-ösnek tekintjük, akkor Gordonnal és Taylorra majdnem egy szinten. Nyilván ehhez hozzájön az is, hogy azért több a játék ideje, de azt tekintve, az első 10 meccsüket hasonlítottam minden esetben össze, a 10 évvel ezelőtti játékosainknak. Azt tekintve, hogy egy újoncról van szó, ugye újoncok esetében szoktuk azt mondani, hogy hát egy ilyen akklimatizációs perióduson meg majd belejönnek, vagy nem jönnek bele, hát rajta nem látszik ez különösebben az első pillanaton, és ha még azt hozzáveszük, hogy ő azért nem a, nem tudom, minden évben NCAA döntős egyetemről jött, és nem is volt ugye az egyetemi pályafutása alapján ilyen szerepe egy csapatban, mint ami most van, ahhoz képest nem nagy találat, hanem maximális találat. Hát így, én ezt gyakorlatilag nem is tudom, hogy újonc, magas ember valaha ezt a szintet megközelítette körmenden. Tehát, hogyha az eredeti posztokat nézzük, akkor Wagner után. Igen. Igen. A számai rosszabbak volt nem az első tíz megtönben. Számai rosszabbak, csak hogy kicsit más. De egyébként igen, úgy nézzük, hogy 4-es, akkor igen. De tényleg azt meg hozzátenni, hogy ráadásul nem arról van szó, hogy egy elit egyetemről észrevettük, és volt rá pénzünk, meg nem tudom én micsoda, hanem tényleg azért alsóbb szintről, hát ez biztos van szerencsefaktor is, meg biztos benne van az is, hogy jól kinéztük magunknak, ez mind a kettő belejátszik, meg azt azért annyira bármennyire is próbálod leinformálni, főleg egy újoncot Amerikából, most ő egyébként ilyen habitusú, mentalitású, szorgalmus, a többi, azért az egy akkor is egy rizikófaktor. És hát így, ahogy Ádám mondta, hát olyan munkabírása van, olyan játék iránti alázata van, emellé egy olyan állóképessége, ugye mondta Gyuri, hogy ez többször ugye 40 perc, hogy, és az ember még azt érzi, hogy igazából, hogyha lenne két hosszabbítás, azt is megoldaná, tehát nem nagyon igen. Le kéne akkor ültetni, tehát hogy egészen hihetetlen, hát nagyon, nagyon meglepődnék, hogyha jövőre minket erősítene. Én örülnék neki, de nyilván hát az egy dolog. Nem ezek az automatikus utak. Tényleg maga a munkabírás, meg az alázat, meg hogy mit tesz bele, tényleg akármelyik meccsen megfigyeleted.
nem látod, hogy olyan dologgal foglalkozna különösebben bármikor, ami nem éppen a játékos tartozik, tehát jól látni ezt a pályán. Én próbáltam megfejteni egyébként, hogy hol van a titok, sokat néztem például a videóját, amit feltett a YouTube-ra, amikor ugye megérkezett Körmendre, és hogy hát, ha ott van az, hogy beindult, és azóta se áll, ott van annak a titka. Először arra gyanakodtam, hogy annyira felbaszta magát az NDK mosógépen, hogy azóta nem tért napirendre felettet, de aztán megtaláltam a videó végén, hogy miért van ez az egész. Amikor ott a végén betolta a legváros spiritos tojás rándottával, na most szerintem azóta nem mer megállni, nehogy valami katasztrófa történik, csak én meg tudom, hogy ezeket a statisztikákat. Hát, igen. Látod, és kigondolta volna, hogy a Penny Marketes lekvár és a hújka hús az ilyen energiák. Erőt és legyőzhetetlen akaratot adott igen, nekünk mint a puffin lekvár. Mint a puffin, igen. De tényleg, tehát, hogy tényleg ez az ember tök magányosan megérkezett kvázi, és erről ugye a videójáról már beszéltünk korábban, és tényleg így leparkolt, vásárolt, elment a csarnokba, elment edzésre, minden. Úgy tűnik, hogy ő egy ilyen tiszta fejű gyerek lehet, aki nagyon tud a teljesítményére, meg a célra koncentrálni, és hát engem egyelőre teljes mértékben lenyűgöz az ő egyrészt a hozzáállása is, ahogy mondtátok, hogy csinálja a feladatát, nem balhézik, nyomja, meg hát a teljesítmény, tehát azért ugye 6-4-jel áll a csapat, és ebben ő 32 percet játszik átlagban, és a VAL átlaga 22. Szóval szerintem ez azért egy igen komoly teljesítmény. Itt csak egy mondatot. Bocsánat, elnézést, hogy most bele csak az, hogy ez a 32 perc, ez ráadásul az hozzátartozik, hogy azért csak annyi, mert volt két kiütéses hazai győzelmünk, amikor le lehetett ültetni percekre. Tehát, hogyha ez 10 igen, szoros igen, meccs... Ez 35 fölött van. Ez nem 32 lenne, csak ennyit akartam. Igen, ez ott lenne. Én is azért hoztam csak ezeket az ilyen úgynevezett buta statisztikákat, egy tömeg statisztikákat, mert nagyon jók ugye ezek az on-off statisztikák, hogy én is fényezem egy kicsit a kosárstat.hu-t minden joggal, csak hogy ugye az idő 80%-át a pályán töltötte, ezért aztán még az ilyen tisztított mutatók is kicsit torzítani tudnak, mert hát off nem nagyon volt neki. Igen, világos. És akkor ezen, hát bár ugyan a vereség égisze alatt, de azért kérdeznék még egy másikat tőletek. Az első ekkor még 9, de utána 10 mérkőzés alapján Kristóf megérkezett úgy igazán a magyar bajnokságba? Amit tavaly vártuk, tavaly beszéltünk erről az év elején, szerintem nagyobb azt kapjuk idén, amit tavalyra vártunk, és soha nagyobb baj nem legyen, tehát hogyha egy egész karriert nézünk, akkor az, hogy egy évvel később van ez azért, az nem egy katasztrófa, sőt, de azt gondolom, hogy igen, tehát az egy tavalyi évhez viszonyítva itt azért nagyságrendekben mérhető szerintem az előrelépés, úgyhogy hát ezt nagyon-nagyon jó látni. Az más kérdés, hogy a csapatra nagyon kell is, nagyon rá is fér, úgyhogy ez lehet, hogy ez jó is, hogy így alakul, hogy itt is ezen a meccsen is például ugye Jogo nem játszott, tehát ott volt a padon, de be is öltözött, de nem játszott. De nagyon, én azt gondolom, hogy valami ilyesmit vártuk tavaly, amikor a szezonbeharangozóban voltunk, hogy akkor most lehetne az, hogy Takács Kristóf előrelép. Hát egy évet tévedtünk, ennél nagyobbat problémák ne legyen. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a szezon hátralévő részében nem azt fogjuk tapasztalni, hogy hirtelen ezekből egy ilyen
8-10 perces, két pontos meccsek lesznek. Nagyon, nagyon remélem, hogy nem így lesz. Ugye nem csak tavaly szezon elején volt róla szó nyilvánvalóan, emlékszem, amikor volt szerencsém mit lenni az előző alkalommal, akkor ilyen szezon összegzőt tartottunk a előző szezonnal kapcsolatban, és ott a végén volt ez a ilyen pozitívumok, hiányérzetek dolog, hogyha jól emlékszem, és ott ugye egy kicsit emlegettem a fiatalokat, és talán ki is emeltem azt, hogy nagyon remélem pont Kristóf esetében, hogy valami más történik ebben a szezonban, és nem azon, vagy nem abból kiindulva, hogy a képességei vagy ezt a sorok, hanem ugye az, hogy milyen szerepet kap a csapatban. És ugye nyitásnak egy azért eléggé más szerep hárul le, tehát nagyobb hangsúly van a játéken, és ezzel szerintem nagyon jól tudott élni eddig tulajdonképpen talán két meccset kivéve a 10-ből, de hát ez meg belefér. Úgyhogy megérkezett. Szerintem megérkezett. Még annyi a probléma azzal, hogy korábbi években nem kapott, vagy nem tudott kiharcolni több percet, vagy nem tudom, tehát minthogyha ő most aztán a tipikus magyar fiatal lenne a játékvezető körébe, hogy ha kicsit nyúl az ellenfél, már fújjuk a faltot automatikusan, amit egy légiósnak sose fújnak be. Amellett, hogy persze nyilvánvalóan vannak még olyan dolgok a védekezésében, amin dolgoznia kell, azért látszik, hogy még ő azért ebben a kategóriában a tanuló pénzt fizeti. Hát ez nem feltétlenül most az ő hibája, meg pláne nem az idei évi hibája, nem úgy értem, csak ezt úgy megjegyeztem, hogy azért nála azért még előfordul az, hogy előjönnek a falat gondok. Most nem is tudom, hogy itt oroszlányban talán ki is pont, nem is tudom, de most így hirtelen. Oroszlányban kiment, igen. Igen. Tehát, hogy ezzel még azért láthatóan ezt, vannak gondok. Ezt jó, hogy mondtad, mert ezt én is így láttam, meg is valamelyik meccsen meg is fogalmazódott bennem, igen, hogy ugye ő már az NB1-ben is, mit tudom én, a 141. meccsén túl van, most tegyük zárójelbe, hogy ugye ebből hány volt olyan, amikor mondjuk nem két percre állt be, de ha azt vesszük, azért ez mégiscsak elő tud jönni egy a szférában már nagyon régóta itt lévő első osztályú játékossal, hogy gyakorlatilag a játékvezetők teljesen a 18 éves ifista szintjén kezelik, és valóban talán most már remélem, hogy egy picivel keményebb védekezést azért majd megengednek neki, de sokszor nagyon nem volt egyszerű a dolga korábban sem. Szerintem őre mindig is különösen könnyedén fújtak faltokat. Hát reméljük, hogy ez megváltozik majd. Meg fog a 32. születésnapjára a játékvezetői bizottságtól kapni fog egy igazolást, hogy innentől meg nem lehetséges fiatalnak számít. Igen. Annyit, hogy mindenkinek azért javaslom, egyébként elfogytak itt ugye ide is a vendégek, mert kevesebb volt egy kicsivel, mint Pestre, mindenkinek ajánlom, hogyha wellness hétvégét szeretne, akkor a következő orosztányi meccsre jöjjön. Ingyen masszázs minden belépésnél és kilépésnél a biztonságiaktól. Nagyon szép. Érdemes 18-szor kidősételni a meccsőzni. Tehát ha kimész mondjuk dohányozni, akkor is... Egyből. Nagyon jó. Egyből, és lehet, hogy extrákkal is kérdezik. Nagyon jó. Hát erre még nem is gondoltam. Igen, itt eléggé komolyan vették magukat a srácok. Itt egy dolgot még azért megjegyeznék, hogy több hasonlóság volt a debreceni meccsel. Elmentünk nagyon az elején, itt hamarabb kezdett az oroszlány felzárkózni, mint a Debrecen, tehát itt azért már a második negyedben ott voltak ott voltak a nyakunkon, de azt hiszem 7 volt ide a fél időben, ugye Debrecenben azért az első fél idő azért az jóval
simább volt, de aztán utána, amikor jött ránk a hazai csapat, itt is azért volt rá még egyszer válaszunk, tehát azért itt már vezetett az oroszlánya a harmadik negyed végén, ha minden igaz, és utána azért a negyedik negyedben pár perc a végén négyjel vezettünk és támadtunk, és ott jött egy-két olyan, hogy Morgannek két középtávolia nem ment be, Tolbert kettőt tett föl a gyűrű alól, hihetetlen jó hatékonysággal szokta ezeket megoldani. Itt persze, hogy nem ment be, akkor Takács egy lepattanónál, hát fölöslegesen húzta vissza, de legalábbis ha már visszahúzta, nagyon rossz helyre a labdát. Itt 68-72-nél, 71-72-nél volt egy-két olyan szituáció, amiből ha jobban jövünk ki, nem azt mondom, hogy akkor tuti, hogy megnyerjük a meccset, de ugyanúgy, hogy Debrecenben ott mint tavaly, egészen hasonló lett volna az állás, ott a 68-70-nél volt, amikor Takács kiadott két büntetőt, meg ott is az, hogy jött egy ilyen emberről tripla, mint most, ahogy az oroszlány, úgyhogy ott volt egy ilyen töréspont, és ott egy-két ilyen dobás, és látszott az, hogy ugye kevesen is voltunk, nagyon sok munkát beleraktak a srácok, hogy az ott végleg megtörte a csapatot, és a végén ráadásul ugye 11 lett közt, tehát ez a mérkőzésből egyébként egyáltalán nem következett volna, tehát ez egy ilyen, egy dobás meccs kategória volt egyébként. Nem sokon múlt. Úgyhogy itt azért azt gondolom, és ugye és azért tegyük hozzá, hogy a debreceni meccs, ugye ott nem volt Morgan és Fepu, itt meg ugye nem volt Cook, meg Doktor nem is utazott el, Jogon, meg ugye a padon volt végig. Itt azért azzal a gyanúval én élek, hogyha ebből a két meccsből az egyikben ha csak egy játékosra többen vagyunk, akkor ebből a kettőből az egyik az meg lett volna. Úgyhogy azért ezek ebből a szempontból fájó, mert azért itt majd erről lehet, hogy mi beszélünk, nagyon szoros nyilván a tabela, hogy ez várható is volt, és egy-egy ilyen meccs az sokat számít. Főleg úgy, hogy elment 10 forduló, azért ez egy 26 fordulós alapszakaszban nem kevés, tehát majdnem a fele, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még nem nyertünk szoros meccset, de kettő ilyet, vagy három ilyet, elnézést. Háromat. Három szoroset viszont elveszítettünk. És ez nagyon remélem, hogy ahogy szokták mondani, hogy az idővel döntetlenre játszik az ilyen. Igen, a karma. Mert most egyelőre Fehérváron kikaptunk simán, de a 6 győzelmünk az többé-kevésbé magabiztos volt. A 4 vereségünkből viszont egy volt olyan, ahol tényleg Fehérváron azért egyértelmű volt. De a másik három az olyan volt, hogy abszolút benne volt a negyedik negyedben, az utolsó percekben, hogy megnyerhetjük, és így, hogy ebből a három meccsből 0-3-ban állunk, az nem mutat jól, de ebben azt gondolom, hogy legalábbis ebben a két idegenbeli meccsben azért a hiányzók az mindenképpen szerepet játszik. Igen, én a 4 vereségünk közül ezt az oroszlányt láttam egyértelműen olyannak, hogy itt a rövid keretünk miatt sikerült kikapni. A Debrecen is persze hasonló volt, ott is kulcsemberek hiányoztak, de ott mintha ez a rövid zárlatunk, ami nevezhető egy kicsit hosszúnak, és szerintem egy kicsit durvább volt, mint az oroszlányi, tehát ott talán egy kicsit jobban múlott azokon is, akik pályán voltak, és a pályán tudtak lenni. De tényleg akár mind a kettőt lennyelik, mondta teljes teret. Igen. És akkor a negyedik mérkőzés a szakaszban, ugye Kecskemét, az általam egyik tehát csak személyes élményeim alapján az egyik, hát hogy mondjam, az egyik legfürkébb, de közben legidegesítőbb ellenfél, ugye, főleg emiatt a pingpong miatt is, hogy soha nem lehet idegenben nyerni, ugye, ez mostában már megdől, de mégiscsak. Viszont a Kecskemét most ugye a tabella alján tanyázik,
és ez azért nem feltétlenül vagyunk, vagy voltunk eddig hozzászokva. Ennek megfelelően úgymond a csapat hozta a papírformát, és egy olyan meccsen nyert, 94-70-re, ahol a végén már az edzők is külön kiemelték, hogy hát ez tök poén volt, vagy hát tök nagy tisztelet mindenkinek, mert hogy a végén a fiatalok játszottak. Igen, hogyha tévé közvetítette volna a meccset, akkor képzeld el, hogy mi lett volna a végén. Igen. Ja. Egyébként lehet, hogy ez volt a legokosabb dolog, amit a meccsről el tudtam mondani, mert azért igen, hát a különbség csalogató és pagás csata volt. Az egy kicsit extra egyébként, hogyha már így a rotáció, meg hogy jöttek a fiatalok, bár nyilván pont Gerői meg az újoncunk nem érte le, de a keret másik 10 játékosa legalább 10 percet volt a pályán. Tehát az, hogy 10-en vannak két számjegyütt, azért az egy ritkaság, de hát nyilván az eredmény alakulása miatt volt ez így. Cégy is hát csak hála Isten, 14 percet pihelhetett, tehát nem is tudom, hogy tehát, hogy milyen wellness hotelbe érezhette magát a fiú, ja. Hogy... Igen. Ez elkép. Tehát olyan nagyon-nagyon-nagyon hamar eldőlt itt nem csak az, hogy győzünk, hanem az, hogy simán. Nem, hát azért az, hogy Cook nem épült fel, az nem sokáig tűnt olyan hatalmas problémának, tehát itt pár percnek el kellett tenni a meccsből, és láthattuk, hogy azért ezzel így sem lesz nagyon probléma. Hát ez ezek alapján körülbelül nem tudom, mit lehetett ebből kiemelni. Bármit sok is. Minden, nem. Tényleg annyit, hogy tényleg újoncot avattunk a meccsen, ugye Tóterdén, mert az első meccset játszotta a felnőttek között, és ugye nem csak a pályán volt újonc, hanem teljesíteni kellett aztán a meccs után a doboknál is, maximálisan jól lehozta. Ezen kívül nem sok minden, talán megint Tolbert esetében, hogyha az első fél idei játékát, nagyrészt az első fél időben volt egyébként fán, ha megnézzük, ugyanúgy a számain túl, megint csak az a munka, amit beletett, az eléggé imponáló. Igen, itt még azért annyi megjegyzés, hogy az azért nem mindenkinek adatik meg, hogy amikor újoncként pályára lép Körmenden, már abban a pillanatban is közösségkedvenc. Hát azért itt nem akármilyen üdvrigalgás fogadta. Így van. És hát is azért, ha valami izgalom volt ebben a meccsben, akkor az, amikor ő odaállt ahhoz a két büntetőhöz ott a végén, ez sajnos nem sikerült belőle pontot dobni, de majd remélhetőleg legközelebb. Hát itt annyi, hogy ugye Szilláról jó lenne, ha valami, hogy mondanánk, hogy valami többet kaptunk, igen, róla, perc. Itt is csak 14 perc, meg igazából az elején úgyis beszéltünk róla eleget. Hát tulajdonképpen a dobó százaléka nem rossz, de ugye, hát sokat nem vállal, ami egyébként egyáltalán nem baj, tehát hogyha jobb képességű lenne, akkor sem lenne az baj, hogyha ebben a csapatban nem a center akarna, vagy ha a kvázi cserecenter akarna nem akar főszereplé válni, az egyébként teljesen rendben van. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény volt. Most az, hogy Karadzsic hiánya mennyit számított, ez szerintem olyan nagyon-nagyon sokat nem. Minket nem zavart meg a center hiány, vagy az ellenfél center hiánya. Igen, úgyhogy Morgan teljesen rendben volt. Én azt gondolom, hogy ő nála, minthogyha én azt érezném, hogy a szezon első meccséhez képest van valami előrelépés, és azért főleg egy légiósnál látni azért az olyan jó érzés. Aztán azért mennyire állandósul, azt majd a következő hetek persze
megmutatják, úgyhogy Kristófra sem lehetett megint panasz. Ez régen ugye sok ilyen meccs volt. Igen, most már hazai ritka. Pályán, igen. Hazai pályán az alsóházi csapatokat jól elküldjük, azért manapság azért ez már viszonylag ritka, és hát akkor tényleg még annyit, hogy amit te is mondtál, hogy itt ugye a Sopronnal kapcsolatban mondtam, hogy 40 éve nyertek nálunk utoljára. Idén, februárban kikaptunk tőlük Körmenden, szépen és közel 40 pontos zakót rájuk is mértünk, és ezt vártam a Kecskemét ellen is, hogy tavaly megszakadt a többi évtizedes sorozat, hogy azzal, hogy ők nálunk nyertek egy ponttal, hogy akkor most azért következő 10 évben megint ne nyerjenek nálunk, és hát megint egy kiütéses győzelemmel sikerült azért hát tényleg erőt demonstrálni. Nos, úgyhogy 6-4-jel állunk, ugye szoros, azért is mondta Tomi, hogy itt aztán nehogy ezek az apró, vagy könnyen nyerhető meccsek sokba kerüljenek, mert irtozatosan nagy a tülekedés ugye a középmezőnyben, vagy hát a két vezető csapat alatt. Még mielőtt beszélnénk egyrészt Tomi hozott statisztikákat így az első 10 meccsről, Ádám pedig fog beszélni egy kicsit a U20-as csapat teljesítményeiről, amennyit eddig ebből látott. Egy rövid tipp arra, hogy a naptári év további 4 meccse, azaz Olaj idegenben, Falkó otthon, Pécs otthon, Kaposvár idegenben, körülbelül mit vártok, milyen mérleget vártok ettől a decembertől? 5-0. 4 meccs lesz csak, jó? Csak én hozzászámoltam azt az egyet, amit kihagytál ugye a 4-ből az elején, amikor te az 3-nak nézted. Igen. Hát nem könnyű sorozat következik. Én most félretéve is csak a 2 következőre koncentrálva, most nem tudom, néhány szor aláírnék egy-egy-egyet, ha elém tennék. Tomi? Én megmondom őszintén, én ez most hülyén is hangzik, meg nyilván a Falkó ellen ez kb. Istenkáromlásként is, hogy én azt mondom, hogy ez a következő 2 meccs az olyan, ilyen, ha azt nézem a szezon végi, hogy hova várom a csapatot, abban a szempontban ez a következő 2 meccs az annyira nem mozgat. Tehát ez az a 2 meccs, amire... Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából 4 meccs van a szezonban, amit könnyű szívvel engedek el a már az esélyesség alapján, tehát nem a presztízs alapján, és abból a 4-ből 2 az a most következő 2 fordulóban jön. Úgyhogy ebből a szempontból az, hogy itt mi történik, az úgy nem is annyira. Nyilván a Pécset jó lenne hazai pályán megvenni, bár nagyon úgy tűnik, hogy nem szabad őket lebecsülni. Ami engem úgy jobban szembetűnő számomra, az inkább azt mondanám, hogy a karácsonytól a februári válogatott szünetig lévő sorozat, na az lesz egy csemege és egy valószínűleg nagyon-nagyon komoly helyezéseket befolyásoló, tehát egy jó pár helyezést befolyásoló sorozat. Tehát ott lesz egy olyanunk, hogy megyünk Kaposvárra, megyünk Sopronba, megyünk Egerszegre, megyünk Szegedre, és azért ez egy olyan, hogy egyikre se tudnám azt mondani, hogy ne lenne esélyünk, és egyikre se tudnám azt mondani, hogy tutira nyerünk 20-szal. Most már, és akkor hazai meccseknél most már azért a Paksra se tudnám azt mondani, főleg, hogyha lesznek visszatérők, hogy olyan sima lesz, mint a mondjuk a Sopron meg a Kecskemét ellen. Itt ebben a sorozatban a jelenlegi keret, meg hát ugye jön az Alba, a jelenlegi keretek alapján azt lehet mondani, hogy egyedül a Honvéd elleni hazai tűnik most olyannak, ami kötelező győzelem kategória, de itt nagyon komoly hírig meccsek várhatóak, úgyhogy ilyen tényleg ilyen bajnokság végi helyezés szempontjából ezek legalábbis jelenleg jóval fontosabbak lesznek, mint a következő 2 találkozó. Hozzátéve, hogy mondjuk azért különböző helyeken a
azt olvastam, hogy azért a szolnoki szurkolók nem teljesen elégedettek a légiósaikkal, meg legfőképp az új edzőjükkel, tehát akár még azt is lehet mondani, hogy hátha van esélyünk, még akár Cook nélkül is, és ha nyilvánvaló, ha a szolnokot nyernénk, az egy óriási extra lenne, vagy bónusz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Szuper. És akkor miket hoztál nekünk? Néhányat, hogy azért nem akarok itt túl sok számot mondani. Azt, hogy a büntetőket rosszul dobjuk, azért az már eléggé évtizedes átok, tehát 67% az összességében nem hangzik olyan túl jól. A mezőnyben ez a negyedik legrosszabb, annyi vigaszunk van, hogy amúgy sem harcolunk ki túl sok faltot, tehát a második legkevesebbet a ligában, ami azért mondjuk, ha azt nézzük, hogy nem is tudom, hogy mi a célunk, hogy mondjuk a legjobb négybe akarunk törni, akkor mondjuk azért egy ilyen kevés falt kiharcolással az ezzel jó lenne javítani, hogy így mondjam, miközben azért hát azért hátul azért beütjük őket, ötödik legtöbbet, 21,95 meccsenként, és az kicsi érdekesség így a dobások tekintetében, hogyha már mondom, hogy rosszul büntetőzünk, hogy Jogo a legjobb büntetőzőnk 87%-a, viszont talán ez megtévesztő, mert volt például, amikor a Herzliának ott bevert két triplát egymás után, meg nem tudom én, hogy nagyon nem mondható, hogy ő jól dobna egyébként mezőnyből. Tehát 37,7%, ugye ez benne van a tripla, meg a két pontos is. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy rosszul dob. Lehet, hogy azért sok szurkolónak ez nem is annyira szembeötlő, hogyha nem követi a statisztikát. Az nagyon fontos lenne, hogy mert ő azért támadásban, nem tudom, egyet értetek-e velem, ő támadásban azért olyan, mint hogyha egy shooter lenne. Tehát neki ebben... Igen. Ebben pont ez az a dolog, amiben neki jónak kéne lennie. Tehát ő nem várjuk azt, hogy nem tudom hány gólpaszt adjon, osszon ki, vagy hogy az emberét hogyan, nem tudom, tehát az, hogy betörésképztársakat csináljon folyamatosan. Tehát, úgyhogy ebben azért ez nagyon fontos lenne, hogy ebben javuljon. Ami extra, szerintem csapatszinten, és nem annyira jellemző ránk, hogy jelenleg a második legkevesebb pontot kapjuk a bajnokságban, 75,8-at, és tavaly úgy lettünk bronzérmesek, hogy a harmadik legtöbbet kaptuk. Jó, nyilván volt egy rapszódikus szezonunk egy elég pocsik első résszel, ami ezt az jelentősen befolyásolja az átlagot, de akkor is azért ezt hangsúlyozzuk ki, hogy erre legalábbis én úgy, hogy van egy tényleges és egy kvázi újoncunk, meg volt egy ilyen Carterünk, tehát ez nem számítottam, hogy ebben a mutatóban jók leszünk, meg pláne nem az, hogy ennyire, és azt néztem, hogy a legutóbb teljes szezonon át, 11-12-es szezonban voltunk jók, hogy ilyen kevés, hogy 76 alatt kaptunk átlagban, hogy ez meddig lesz fenntartató, az majd más kérdés, de jelenleg ez nagyon jó. Két pontosokat ezt egész jól dobjuk, harmadikok vagyunk a ligában, ez az 57,2%-kal, itt Durászit kiemelném, aki 77,5%-on áll, tehát ez brutális. Tehát ő abszolút a liga a top ebben. Úgyhogy de hát erről már beszéltünk, hogy viszont ugye van emellett egy 0-14 tripla egyelőre, azon nyilván azért mindenképpen jó lenne, ha javulna, de ez a két pontos, ez egészen extra. Hogy doktor hiánya az mennyire hátrány arra az, hogy az ő egy ilyen 11-2 perces átlag mellett azért van egy 2,8 gólpassz per eladott labda mutatója, ami valószínűleg nála teljes szezon alatt nem lesz fenntartható, de nyilván cáfoljon rám, de azért az egyelőre eddig nagyon jól mutat, és szerintem ezt azért nem nagyon szokták emlegetni az emberek. Meg legyen fenntartható, még... bocs. Tehát legyen fenntartható. Igen, én igen. Azt mondom, hogy legyen az. Ami meg szembetűnő, hogy a megyei rivális után miénk a második legjobb első félidő a teljes magyar bajnokságban.
itt a másik negyedeink azon belül is nagyon jó, tehát meccsenként 5 pontot verünk a másik negyedben az ellenfeleinkre. Úgyhogy hát azt meg, hogy erről beszéltünk ugye Debrecen meg Oroszlán kapcsán, hogy azért ott a hiányzók, az elfáradás, stb., hogy az a két meccs az nyilván jelentősebb befolyásolt, hogy a második fél időben viszont átlagosak vagyunk, de hát egyrészt az, hogy az U20, az idén utoljára lévő U23-as szabály az nekünk talán összességében kedvez, de én egyébként azt gondolom, hogy azt, hogy az első fél időnk jók, azért az abban több, nem csak ez, hanem több tényező belejátszik, csak gondoltam azért ezt kihangsúlyozom, hogy a második legjobb első fél idő a miénk. Úgyhogy ezt meg pláne ezt is nagyon jó lenne, hogyha nagyjából tudnánk tartani. Csak ennyit szerettem volna. Szuper, ezek nagyon érdekes dolgok. Nálam is van. Én nagyon buta statisztikákat hozok mindig, és néha csak félig végzem el a munkát. Ugye beszéltünk arról, hogy alakult eddig ez a 10 meccs, tehát hogy a lazább győzelmek, vagy idézőjelben lazább győzelmek és szoros vereségek. És ugye volt az előző két szezonunk, amikor ugye egy ezüstérem és egy bronzérem jött össze. Igaz, hogy csak az alapszakaszra vonatkozóan, ha megnézzük az előző két szezon esetén még összesített pontkülönbséget, tavaly előtt 0,7 volt az egy meccsre jutó átlagos, tehát meccsenként 0,7 ponttal dobtunk többet, mint az ellenfél. Tavaly viszont mínusz 2,1, tehát átlagban elveszítettük a meccseinket. Az idén ez 7,2, és nem is ez az érdekes statisztika benne, hanem ehhez kapcsolódóan megnéztem azt, hogy hogy alakult ez a 10 meccsünk annak tekintetében, hogy mikor vezetünk és mikor nem vezetünk, és egy egészen extrém dolog jött ki, ami nem biztos, nem tudom, hogy mikor volt, akár 10 meccses sorozatban, akár mondjuk a teljes bajnokságot tekintve, ez még nehezebb, mert hogy a 10 meccs alatt 282 percet és 3 másodpercet vezettünk, viszont az ellenfél mindössze 94 percet és 25 másodpercet. Ez egy elég komoly különbség, és nyilván nem mentem vissza 30 évet, hogy megnézzem, hogy ez hogy jön ki. Ez azért hozzátesz elég sokat ahhoz, hogy hogy állunk 6-4-jel. Hát ez bizony, ez egy elég komoly. Ez súlyos. Szám. Ez is. Volt két olyan vereségünk, ahol tulajdonképpen az előfél összesen 2 percet vezetett. Igen. És ugye, hogy megígérte nekünk a Tomi meg a Karma, ezt majd a szezon második felében vissza is kapjuk. Pozitív. Egy másodpercig nem fogunk vezetni, de megnyerünk. Lehet, hogy ez a statisztika elromlik, de 39-50-nél átvált körment vezetésbe a dolog. Hát igen, jönnek majd a buzzer beaterek, és akkor kész. Azt nem is tudom, akkor hogy számolják? Akkor az... Hát hogyha az utolsó... Tehát, hogy a szára levegőbe a labda... Hát amikor elengedi, szerintem nem, vagy nem tudom, hát, a statisztikusokat meg kell kérdezni, de szerintem mi az iránymutatás erre. A logikus szerintem az lenne, hogy akkor, tehát hogyha mondjuk 39-59-nél egyenlő, és megy a buzzer beater, akkor szerintem azt az egy másodpercet azt odaírják vezetésnek, mert hát végül is a 40-0-0-nál akkor te vezettél, szerintem. Tehát, hogy az lenne a logikus. Ja, lehet, igen. Annyi egyébként még, hogy a ilyen riogatásként idézőjelben, hogy tavaly december 10-én jártunk Szolnokon azon az 51 pontos vereség alkalmával, ma két nappal, vagy idén két nappal korábban, december 8-án. Ráadásul csak azért, mert pénteken van, különben egy nappal korábban lenne. Igen, csak igen. És ugye december 17-én volt tavaly a Falkó elleni hazai, amin egyébként nem voltunk rosszak, pár ponttal kikaptunk, és hát ugye az is csak pár nappal csúszik a... Már látom. Most, sőt, egy nappal, ha minden igaz. Már úgy, látom. Ez egy kis érdekesség. Már látom, igen, hogy még komolyabb számmisztikák
lesznek a következő adásban, ez már látom. De kapjunk, én azt mondom, most kapjunk is imán Szolnokon, hogyha megint nyerünk egy ötödik meccset ott majd májusban. Hát jó, ezt majd meglátjuk szerintem. Van-e még valami? Mert ha nincs, akkor... Igen. Nekem tanácsod lenne egy kérdésem, na, hogy az előző négy meccsen látott-e olyan esetet, amikor oldalbedobásnál odaállt az ellenfél játékos, és emelgette folyamatosan a lábát? Nem láttam. Most nem láttam ilyet. De nagyon sajnálom, pedig most kezdődött volna a podcast igazán. Igen. Na, de az U20-ról beszélj egy kicsit még. Kicsit az intuícióidat is vitt bele, mert ugye nyilván az U20-as meccsek statisztikai a fejedben vannak, tehát nem is ez a lényeg, hanem az intuícióid. Érzelmileg mit látsz? Érzelmileg mindig pozitív vagyok velük kapcsolatban, de ők azért tudják, hogy... Szerintem sejtették, hogy ma róluk lesz szó, és agyon lesznek dicsérve, ezért ma elmentek gyorsan Oroszlányba, mert elhalasztott meccsük volt, és ti is kaptak 5 ponttal. De mert ugye akkor felvett, ha nem így alakul, akkor ezért mondhattam volna, hogy éppen egy 6-os győzelmi szériában vannak, és nagyon jól teljesítenek tulajdonképpen az egész szezonban, ugye annyit kell tudni, hogy tehát annyit változott a keret, hogy a tavaly ott viszonylag többet játszók között, ugye Kristóf már nem fér bele, a Takács Kristóf az U20-ba, illetve ugye Mészárosságosban nincs, viszont ugye Smara az új játékos, aki hát eléggé dominálja ezt az U20-as mezőnyt, 24 pontos körüli átlagával, meg a 10 lapot tanul fölöttivel. Volt szerencsén kijönni néhány U20-as meccsen a szezon során, és hát a benyomások azok tényleg azok, hogy egy ilyen hajtós, meg küzdős csapatot látok, ami eredménnyel is jár, és ugye jöttek fel már azért nyilvánvalóan, ahogy általában minden évben a junior korosztályból is fiatalok közül 2, ugye Farkas Lent, a Hadnagy Család, ők játszanak is viszonylag sokat. Most arról beszélni, hogy ez majd a, nem tudom én, ami azért az U20-nál a legfontosabb, hogy a felnőtt csapat irányában ez mit fog adni, illetve azt, hogy hol áll azért ebben a magyar mezőnyben, az utánpótlás, arról azért egy kicsit nehéz. Az látszik, hogy látszik az ellenfeleket is elnézve, vagy az ellenfeleket elnézve, mondjuk így, hogy fogyatkoznak. Tehát, hogyha kimegyünk utánpótlás meccsekre, akkor még inkább látszik, tehát nem csak az ilyen B csoportos elvék eredményeit elnézve, hogy egy kicsit kopik legalábbis közvetlenül az a korosztály, ami a felnőttek alatt van, ettől függetlenül, és ezt úgyis az ellenfelekkel mondtam, úgyhogy ettől függetlenül én csak nem tudom, javasolni tudom mindenkinek, látogassa az U20-as meccseket, mert egészen jó délutáni szórakozásként, vagy kikapcsolódásként működnek. És még annyit, hogy ugye vannak fiatalok, korosztályok itt, ahogy én nagyon nehezen igazodok el ezen a versenyrendszerre, hogy mit jelentenek a különböző színű, meg különböző betűjelű csoportok, de annyival, hogy az U18, ha én ezt jól veszem ki, akkor sajnos ők nincsenek, a országos tárban, a regionálisat játszanak, viszont az alattuk levő korosztályok, tehát a kadett és a serdülő, ők ott vannak, és nem is teljesítenek rosszul. A kadett a saját csoportjában például veretlen, 6 meccs után, hogyha jól néztem a tabellát. Mindig fontos, de legalábbis számomra, de sokunk számára mindig fontos az, hogy legyenek körmendélyek a csapatban, és termelődjenek ki. Úgymond, úgyhogy én csak reménykedek abban, hogy azért jönnek majd fel szépen a felnőtt korosztály felé a játékosaink, és mellette meg, hát számszakilag is jól teljesít a
U20 ezzel a mai vereséggel, azt hiszem a harmadik helyen és a 7-3. Igen, a harmadikak. A... tapadnak a világhírű akadémiai csapatokra. Igen. Probléma. Pécs és Debrecen mögött tapadnak a fiatalok. Hát reméljük, amire Takács Kristóf 32 éves lesz, és megkapja a bíróktól bizonyítványát, addigra már azért lesz, aki mögötte toporog majd, ugye akkor ki tudja, még Égisz Körmend nagy csapatában, ki tudja, hogy ez akkor is az lesz-e. Egyéb észre... valami? Nem vagyok én olyan nagy ember, hogy tudjak, de az élet bármit hozhat, szóval... Hát figyelj, hogyha a Takács Kristóf 32 éves, az azt jelenti, hogy 11 év múlva vagyunk. Mióta vagyunk most Égisz Körmend körülbelül? Amióta hát, névadó, az már nem most volt, ha most ezt a kettőt összeadom, az már azért egy egész szerintem minimum negyed százados szponzorálás lenne, ami szerintem azért nem annyira gyakori. Nem tudom, például a belügyminiszterium és a Dózsa kapcsolat, szerintem sokkal tovább tartott. Hát... azokat a csapatokat sem mindig úgy hívták, ahogy szóval. Szóval. A Dózsát, azt jó, most nem mondom. Jó, a Dózsa, most... Dózsa, de most ezt hagyjuk is, mert a focira elég a saját csapatunkat magunkra haragítani, nem kellene még a foci rajongókat is. Úgyhogy... És mi tudjuk a legjobban, hogy nem bántjuk a Dózsát, mert hogyha bántod a Dózsát. Na, az meg a másik, ugye? Az meg a másik. Úgyhogy van-e még valamit? Valamitek, amit még megemlítenétek így a... hát a vélhetően idei utolsó adásunk, mert úgy gondolom, hogy majd a decembert azt valamikor január elején fogjuk értékelni. Van-e még valami, amiről szót szeretnétek ejteni? Ádám, milyen helyzet? Én azt hiszem, hogy kifogytam. Csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy köszönöm a meghívást újfent, szakmai hozzátenni való meg. Azt köszönjük, hogy itt voltál. Hát én abban bízom, hogy valami mégiscsak lesz valami meglepetés még nekünk a fal alá, legyen így. Igen, én is, hogy így ugye az a nemzetközi kupa nélkül kicsit olyan, hogy mondjam, olyan régi emlékeket hoz fel, hogy tényleg csak szombatonként van meccs, kvázi, és nincs ez az őszi őrület. Ugyanakkor, hála Isten, ugye nem azon kell 7 napig veszengeni általában, hogy milyen rosszak voltunk, hanem azért a teljesítmény, meg az akarás nem lett panasz. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a következő 2 meccsre, attól függetlenül is, hogy most ez a végelszámolásnál mit fog számítani, én nagyon kíváncsi vagyok rá, és azért reméljük, hogy a december, hogy a következő adásunkban is azért főképp pozitívumokról beszélhetünk. Uraim, nagyon szépen köszönöm újfent a tartalmas beszélgetést. Drága hallgatóink, ne felejtjétek a feliratkozásokat a Facebookra, Facebookon és a podcast helyeken, és hát akkor jönni fogunk várhatóan január elején egy következő összefoglaló adással. Addig is mindenki vigyázzon magára, hajrá MTL, és kellemes ünnepeket! Kellemes ünnepeket! Vigyázzatok magatokra, sziasztok!